Négy napon át számos programmal várják idén is a látogatókat Szekszárdra, a szüreti napokra. A részletekről a rendezvényt szervező Babits Mihály Kulturális Központban tartottak sajtótájékoztatót. Közel 500 programot szerveztünk a négy napra, és akkor ezentúl még ugye vannak azok a bevezető napok, amik ehhez a számhoz még nem adottak hozzá, egy a kertes megnyitók, a színházi előadások. Több helyszínen zajlik az esemény, vannak fizetős és nem fizetős programjaink. Sajnos mindent ingyen már nem tudunk adni, mert a gazdasági helyzet úgy alakult, illetve a Babits Mihály Kulturális Központ támogatása olyan szintű, hogy ezt már nem tudjuk megengedni magunknak. A piac téren fizetős rendezvényekkel várjuk az érdeklődőket, a Béla Király téren pedig minden rendezvényünk természetesen ingyenes. A szüreti felvonulást szeptember 21-én szombaton 15 órakor rendezik. A négy nap folyamán számos együttes és zenekar is fellép. A tánccsoportok hagyományőrző zenei produkciók mellett olyan populáris előadók is Szekszárdra látogatnak majd, mint például Curtis, Pápai Jocsi, Manuel vagy az Ergo. A legkisebbeknek pedig különböző gyermekprogramokkal is készülnek. Hosszú-hosszú évek után, ahogy az elhangzott a sajtótájékoztatón is, talán visszatér abba a régi medrébe a szekszári születi napok, ahogy a legtöbben ismertük, vagy a legtöbben megszokták. Visszatérnek az eredeti helyszínek, visszatér a felvonulás arra az útvonalra, ahogy hosszú-hosszú évtizedeken át zajlott, de ami ennél is talán fontosabb, hogy én azt gondolom, az igazi régi fényét az adja meg ennek a rendezvénynek, hogy az a sok tízezer látogató, illetve az a rengeteg helyben élő ember, aki ezt előre beírja már a naptárába, az mind-mind várva várja ezt az eseményt. A kilátogatókat természetesen finom ételek és italok is várják. Nagyon sok borászat ugye idén igencsak korai volt a szüret, úgyhogy már új borokkal érkeznek, nem csak rozé, mert ugye az már volt az elmúlt években is, hogy rozétételekből az aktuális évjáratból tudtak kóstolni a vendégek, hanem most már lesznek fehér borok is, amik idejiek, úgyhogy elég sok 20-24-es tétel lesz. A teljes és részletes program a Babits Mihály Kulturális Központ és a szekszárdi szüreti napok honlapján érhető el. A szervezők a fesztivál ideje alatti lezárások miatt a helyiek türelmét kérik.